Egy örök klasszikussal, Shakespeare tévedések vígjátékával folytatódik a szegedi szabadtéri játékok a hétvégén. A darabot Kerényi Miklós Gábor rendezte zenei betétekkel tarkítva. A színművet eredetileg Arany László fordította magyar nyelvre, ám a most látható darabot Nádasdy Ádám fordítása alapján dolgozták fel. Azt gondolom, hogy Shakespeare mindig korszerű, az ő nyelvezetét mindig a saját korhoz kell igazítani. A 19. század nyelve az nem illik azokhoz a shakespeare-i gondolatokhoz és erőkhöz, amik most itt érvényesek. Tehát mindig egy picit újra bele kell nyúlni, hogy aktuális, érvényes legyen ez a Ravasz Vili. Mármint a Shakespeare. A rendező, ahogy ő fogalmaz, színész válogatottal érkezett Szegedre. A szereposztásban olyan nagy nevek olvashatók, mint Hauman Péter, Molnár Piroska, Szinetár Dúra, vagy Csúlya Imre, aki a főszerepet, Szulinusz herceget játsza. A színészek körében nem közkedvelt feladat herceget előadni, de Csúlya Imre erre is rácáfolt. Ebben a szerepben is meg lehet találni azt, ami pici humor is van benne, emberség, probléma, saját drámája, az, hogy belebondul ezekbe a sok félreértésekbe, mert meg akarja érteni. Szóval mindig kiderül, hogy ezek nem rossz szerepek. Az Angelót alakító Bezerédi Zoltán már nem először játszik Szegeden, ez már az 5. szereplése lesz a Domtéren. Különleges kihívásnak érzi, hogy szabadtéren kell előadnia. Más szabadtéren játszani. Több helyen játszottam már, vannak, ami várba van, van, ami parkba van, van, ami egy ekkora térbe, tehát annak külön lelke van mindegyik ilyen térnek, azt kell megszólaltatni. Fegyetek ide, gyerek, gyere ide!